Múlt hétvégén a tolnai és kakasdi focisták mérték össze tudásukat, melynek végeredménye döntetlen 2-2 lett. A megyei első osztály állása szerint a tolnai csapat a 6. helyet foglalja el 8 ponttal. Ugyancsak 8 pontja van a tamási csapatnak, akik az 5. helyen állnak. Nagy csata várható így a következő e-heti fordulóban, amikor Tamás gárdáját fogadják a felújított öltözőkben a tolnai focisták. Remélhetőleg az új körülmények is segítik a fiúk gólszerzését. Hétfőn ünnepélyes keretek között szalagátvágással adták át a kibővített és felújított tolnai sportpályát. A projekt egyrészt az állam által átengedett sportcélokra felajánlható társasági adóból, röviden TAO, másrészt az önrészt biztosító Tolna önkormányzati támogatásából valósult meg. 3 év alatt nyilván az öltöző volt a másik olyan nagyobb beruházás, amit most szeretnénk átadni, amit sikerült lezárnunk és befejeznünk. Ebben vannak pályaépítések is, az egyik pályát elkészült, a másikra hosszabbítást kérnünk, azt jövő év elején kezdik majd a felújítását, a centerpályáit, mert nyilván itt egy év alatt nem lehet sok pályát építeni, mivel az időjáráshoz is alkalmazkodni kell, meg a meccsekhez is, de az öltöző része, ami fontos volt nekünk, hogy korszerűsítés, hozzáépítés, plusz 2 öltöző, bírói öltöző, egy konditerem rész, egy ilyen tornaszoba elkészült, és azt gondolom, hogy ezzel a fejlesztéssel biztosítani tudunk minden korosztálynak a versenyeztetését, öltözését, zuhanyzását, ami már ráfért az egyesületünkre és a létesítményre. A beruházás során a Szekszárdi S plusz T stúdió Kft. Kivitelezésében megújult a lelátó és az edzőpálya, a sporttelep 5 hektáros területét bekerítették, letérkövezték a parkolót. Ezen kívül 3 új öltözővel, egy szártenhelyiséggel és egy rehabilitációs szobával kibővítették a létesítményt. És plusz egy bővítés, amelynek során az öltöző helyiségek megújultak, új mozgássérült vizesblokk is kialakításra került a férfi és a női felújított öltözők mellett, továbbá bírói öltöző is készült, amennyire lehetett megújítani az épületnek a már meglevő épület részeit itt. Ez is egy frissítő festést kapott, a világítás korszerűsítés szintén megtörtént az épületbe. Ezen kívül itt látjuk a jobb oldalt egy új edzőpálya készült, ami tulajdonképpen most jobb minőségű, mint a már meglevő működő futballpályánk, és látszik itt a háttérbe, hogy ez a lekerített területen egy loboda részére is készült egy olyan kis füves játszó terület, ami azt gondolom, hogy az ő életüket is szebbé meg kényelmesebbé teszi. Infrastruktúrálisan egy nagy parkoló terület is itt már bekövezésre került, és hát reméljük, hogy ez is segít itt a helyi sportnak, meg a tömegsportnak is a fejlődését a jövőre nézve. A kivitelezés során mi egy szekszárdi cég vagyunk, de erősen támaszkodtunk itt a helyi vállalkozókra, hiszen itt duplán itt maradtak azok a bevételek is, amelyek egyrészt őket gazdagították, másrészt pedig a városnak az adópénztárát, amit persze mi is gazdagítunk, hiszen ezt a munkát mi ide adózzuk a helyi vállalkozókkal együtt. Appelszoffer Ágnes polgármester szerint ritka, hogy a kérelmező nem csak kért, hanem fel is ajánlott valamit. A közel 4 milliárd forintos beruházáshoz több mint 180 millió forint támogatást ajánlott fel a klub, amit az MLS pályázatán nyert. Így végül a város több mint 50 millió forintos önerejével együtt valósult meg a fejlesztés. Ez az 50 millió forint is nyilván sok, de ennek az egész létesítménynek a felújítására szánt összegből hát azért egy lényegesen kevesebb összeg tekintettel arra, hogy majdnem az ötszörösébe került ennek a felújítása. Én azt gondolom, hogy ez az egyik nagyon fontos dolog, hogy amikor az állam, az önkormányzat és a civil szféra talál egy olyan találkozási pontot, amikor segíteni tudják egymást, mind a hármójuk megelégedésére. Tolnán szinte nincs olyan sport, amit ne lehetne kipróbálni és aztán versenyszerűen űzni. Köszönhető ez annak is, hogy az önkormányzat igyekszik biztosítani a megfelelő létesítményi feltételeket a sportoláshoz. Azt gondolom, hogy nincs szégyenkezni valunk, hiszen van ugye a Lovarda, ami egy nagyon nagy sportcsarnok, van egy városi sportcsarnok, ami ugyan felújításra szorul, de
de hát az is egy nagyon komoly komplexum, van a Lehel utcában egy sportcsarnokunk, és akkor még van a sportcégház, van az uszoda, van az uszoda melletti atlétika pálya, és van még számos olyan kisebb tornaterem, ahol segíteni tudjuk, vagy támogatni tudjuk a sportban résztvevőket. Ez az egyik része a sporttámogatásnak, a másik pedig egy nyilván jelentős összeggel is hozzájárult volna a város önkormányzata minden évben a költségvetésében biztosít arra keretet, hogy minden sportegyesületet, most itt a nagy sportegyesületekről beszélek, mint a kajakosok, karatésok, pingpongosok, focisták, futszálosok, és a kézilabdások, azok a kiemelt sportegyesületek a városban, akiket jelentős anyagi összeggel támogatunk. Többiek is pedig csökkentett díjon adjuk ezeket a sportlétesítményeket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nincs szégyenkezni valunk, tehát mi a mi oldalunkról nagyon sok mindent teszünk, nyilván lehetne ennél még sokkal többet. És azért ne felejtsük el azokat az eredményeket, amiket a sportolóink itt a városban elérnek. Akár a focisták, akár a kézisek, a futszálosok, a kajakosok, a pingpongosok, hamarosan remélem az úszók is. Tehát én azt gondolom, hogy mi a magunk részéről nagyon sokat teszünk azért, hogy ezek a létesítmények korszerűek legyenek, és a sportolók is és a sportvezetők is nagyon sokat tesznek azért, hogy ezekben a létesítményekben kiváló sportmunka folyjon, úgyhogy én remélem, hogy még lesz a következő időszakban is lehetőségünk arra, hogy ezeket a létesítményeket felújítsuk, megújítsuk, vagy esetleg újakat hozzunk létre. A majdnem 11 ezer főt számláló Tolna város lakosai közül versenyszerűen több mint 500 gyermek sportol a Tolnai Városi Futballklubban. Hétköznapokon, a lelátókban pedig több száz szülő és érdeklődő igényeit szolgálja ki a létesítmény.